Holnap Nagy Imre 1989-es újratemetésének évfordulóján hivatalosan is véget ér az 1956-os forradalom 60. évfordulójának emlékével. A program sorozat egyik célja az volt, hogy a köztudatban 1848-al egy szintre a márciusi ifjak mellé kerüljenek az októberi fiatalok. Az emlékévről Schmidt Máriával, a Terrorháza Múzeum főigazgatójával beszélgetünk, aki a program lebonyolításáért felelős kormánybiztosként vett részt az emlékében. Jó reggelt kívánok, No hát ez sikerült, ez a szintezés, hogy 48-hoz hozzuk 56-ot? Én azt hiszem, hogy igen, hiszen az októberi fiatalok ugyanolyan nemzeti hősök, mint az 1848 márciusi fiatalok, és ha a magyar emberek szívébe egymás mellé helyezzük őket, akkor ez az, ami a legfontosabb célunk volt. Tudja, az érdekelt még, és itt már a reklámszünetben beszélgettünk erről, hogy vajon azokat a fiatalokat, akik nem tudom, hogy mennyire érdeklődnek a politika rende, most kezdenek igazából a felnőtt éveikbe belelépni, azokat mennyire sikerült megfogni a tekintetben? Megpróbáltunk olyan eszközöket használni, amik az ő nyelvükön szólnak, amikre ők odafigyelnek. Csináltunk 360 fokos filmeket, ahol átélhették úgy az eseményeket, mintha a részesei lettek itt volna. Mindenki csodálkozott azon, csak mondom, behozta az ön kollégái egyszer ide ezeket a kamerákat, egészen elképesztő Igen. képek voltak rajta. Tehát csináltunk képregényt, csináltunk internetes játékokat, számítógépes animációkat, de végül is érzelmileg szerettük volna megmutatni nekik, hogy az akkori fiatalok ugyanolyan egyszerű srácok meg lányok voltak, mint ők. De amikor a hazaszeretet, amikor a szabadság, amikor a nemzeti függetlenségről van szó, amikor az életüknek egy olyan fordulópontjához érnek, hogy úgy érzik, hogy ez már így nem mehet tovább, mert megfulladnak, mert tönkreteszik őket, akkor hőssé váltak. És hogy nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, nem tudhatjuk, hogy ő nekik is lesz-e majd az életükbe olyan döntési helyzet, amikor helyt kell állniuk. A mi generációnknak volt, de az vértelen volt, és sikeres, és szerencsés 89, erre is emlékezünk, hiszen a két évfordulót összekapcsoltuk, egyrészt Nagy Imre újratemetése lesz a holnapi napnak az egyik legfontosabb eseménye, másrészt emlékezünk az újratemetésre, 89-re, arra a dátumra, amikor gyakorlatilag eltemettük a kádárrendszert, és el tudtunk indulni egy szabad és demokratikus jövő felé. És mondja, kormánybiztosként mi az, amire a legbüszkébb? Itt már szemezgettünk lehetőségekből, hogy hogyan tudtunk közelebb hozni a fiatalokhoz azt, ami 56-ban, illetve hát annó 48-ban történt. Mi az, amit igazán kiemelne? Hogy sikerült a köszönetet mondanunk azoknak az 56-os hősöknek, akik még velünk vannak, akik még életben vannak, akik nem kapták meg eddig azt a tiszteletet és azt az elismerést, ami kijárna nekik, hiszen azért nagyon nagy áldozatot hoztak utána, és évtizedeken keresztül másodrangú állampolgárként kezelte őket a diktatúra. És azt szerettük volna, hogy megköszönjük nekik, megköszöntük azoknak a külföldieknek is, akik segítettek nekünk. Tehát úgy éreztük, hogy egy csomó adósságot is le kell rónunk ebben a 60. évfordulóban, ebben az emlékévben, ez is fontos volt, és azt az üzenetet eljuttatni külföldre és belföldre, hogy a magyar az egy szabadságszerető nép, akivel nem lehet mindent megcsinálni, mert ha tét óriási, akkor a legóriásibb túlerővel is szembeszállnak. Olvastam, hogy 230 millió elérést produkált a különböző felületeken maga a dolog, maga az, hogy ez az emlékév működött. Mennyibe került egyébként összesen? 13,5 milliárd forintot adott a kormány erre a célra, és ebből 5000 programot valósítottunk meg, szinte az ország minden egyes települése valamilyen formában megemlékezett a 60. évforduló, ez egy óriási dolog. Óriási dolog, és az is nagyon nagy dolog, hogy mindenhol a saját hőseiket, a saját szülötteiket, vagy aki ott tanult, vagy aki bármilyen módon kötődött azokhoz a helyi közösségekhez, azoknak a tiszteletét fejezték ki azok az emléktáblák és szobrok vagy emlékművek, amiket állítottak, és oda fognak gyűlni évről évre, és megemlékeznek róluk. Ez egyébként Balogh miniszter úrnak a kifejezett kérése volt, hogy minden település a saját hőseit fedezze fel 56
kapcsán ezeket büszkeségpontnak neveztük el. Egy büszkeségről is szólt ez az év, arról, hogy milyen jó dolog magyarnak lenni, és hogy büszkék lehetünk azokra, akik 56-ban ráhelyezték Magyarországot a világtérképre, méghozzá ilyen hősies és pozitív módon. A Desmond Child körül kialakult hercehurca, az hogyan érintette ezt az egész eseménysorozatot? Én nagyon furcsáltam ezt, hiszen ő egy igazi világsztár, aki egy olyan dalt csinált, amit 3 millióan töltöttek le eddig. Tehát a fanyalgóknak azt tudom mondani, írjanak sikeresebb számot, és akkor majd lehet kritizálni. Schmidt Mária, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.